A nap nem a legjobb barátom, de hát ez nem kívánság műsor, ki kell menni, nem csak mindig a gép előtt ülni. Tamástalan vagyok, teljes mértékben, nem tudom, hogy mi az, amit süssek, mi az, amit főzzek, nem tudok semmi, de ott leszek igazából a Spárban, úgyhogy nagyon sok ötlet elém fog tárulni. Szereztem magamnak egy jó kis gurló testvért, úgyhogy most irány a vásár. Hát a bor megvan, úgyhogy azon kívül meg kell találni, hogy mit fogunk főzni, mert még nem tudom. Megyek ide a fűszerekhez, ha kapok valami ikletet. Én ezt a fajta tésztát nagyon szeretem igazából. Ez ilyen tojás nélküli körett tészta, és csökkentett szénhidráttal van. Amikor elkezdtem úgymond odafigyelni jobban a súlyomra, akkor ezt vettem, és azóta is ezt használom otthon, ezt a fajtát, vagy nyilván durum tésztát. Úgyhogy amit fogok készíteni, ahhoz mindenféleképpen szükségem van kettőre. Nem tudom, hogy otthon van-e belőle, de inkább veszünk, mint hogy ne legyen. Ami elengedhetetlen még a mediterrános ételünkhöz, az nem más, mint ez a csodálatos kaliforniai paprika, úgyhogy ebből szépen bevásárlunk. 2-2-t vettem mindegyikből, úgyhogy most lemérjük őket, és aztán mehetünk tovább. Hosszú kutatás alapján megtaláltam a paradicsomot, ami a túloldalt van. Úgyhogy ezt meg kéne kerülni. Hát ez itt a mai napi szerzemény. Úgyhogy van itt minden jóság, amit csak kell, persze elem az nagyon fontos, felrázzuk az eseményeket, és egy tonna kutyahami, úgyhogy menjünk és fizessük. No! Ez itt mind a csodálatos hozzávalók, kb. Majdnem mindent bele fogunk rakni. Nos, először akkor kezdjük el felszeletelni a hagymát, a fokhagymát, illetve a kaliforniai paprikákat. Megvannak a paprikák, fel vannak szeletelve, szerintem a színek egyszerűen zseniálisak, nagyon jól néznek ki. Valahogy ezt bele kell applikálni. Na menj már bele! Ennek elidegesítség! 2000 years later. Szóval, mit akartam? Igen. Most, hogy csodálatosan összedaraboltuk a hagymácskákat, mehet bele az olívaolaj. Mehet bele a csodálatos paprika. Tadá! Olyan szép, Istenem! Olyan jó fokhagymás az egész. Rátesszük a fedőt, hogy természetesen a finomságos és csodálatos látványvilágú paprika kicsit megpárolódjon és összeessen. Addig is ihatunk egy kávét, lejátszhatunk egy LOL meccset. Igazából semmi extra, úgyhogy várni kell. Eléggé szépen összeesett nekünk a minden. Jó kis hagymás. A színét szerencsére nem vesztette el a sok-sok paprika, úgyhogy kellően megfőtt már ahhoz, hogy a sűrített paradicsomot belerakjuk.
Elfelejtettem mondani, hogy mindenféleképpen rakjunk bele egy ilyen zöldségleves kockát, hiszen nagyon jó ízt ad neki, és nem árt, hogyha zöldség úgymond alaplével dúsítjuk, illetve fűszerezzük ezt a csodás ételt. Jöhet bele még egy kis fokhagyma, egy kis habanero chili. Ezzel csinyán kell bánni, mert ez nagyon csíp. Jöhet bele a Provence fűszerkeverék, végül Toszkána, ez így elsőre soknak tűnhet, de higgyétek el, nem az. Keverjük szépen össze. Ez olyan, mintha leváltod volna otthon a füvet, aztán beszóltad volna a kajába, jó lesz az! Na, hát kb. Itt is ez történt. Csak én ezt mind boltba vettem. No, megkevertük, és most hagyjuk egy kicsit főni. Az egy olyan kb. 15 perc. Ha az megvan, akkor utána mehet bele a finomságos tésztánk, és a tésztát konkrétan ebbe fogjuk megfőzni, és fel fogja venni ennek az ízét, és higgyétek el, zseniális lesz. Elég szépen rotyog már a finom alaplé, hogy ebbe szépen mehet bele. Most már a tészta. Most, hogy már belekerültek a tészta gyöngyöcskék, úgyhogy most már csak várni kell, hogy ezek meg szépen megfőjenek és megdagadjanak, így el fogják inni ezt a csodálatos, sűrű paradicsomos levet, és egy nagyon finom tésztaétel lesz benne, majd meglátjátok. Láthatjátok, most már eléggé elfőtte a levét a szerzeményünk. Még egy nagyon pici ilyen lé van azért rajta, de ettől nem kell félni, ezt úgy kell hagyni, ugyanis ha nem hagyjátok úgy, akkor nagyon össze fog tapadni, és ezzel a kicsit krémesebb állaggal még úgy is fel fogja szívni a tészta, amint ugye meghűl. Úgyhogy most már le is vehetjük a tűzről, és tálalható. Nos, íme el is készült a finom kis mediterrános paradicsomos tésztánk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a recept, és remélem, hogy ti is elkészítettek, és nektek is annyira fog ízleni, mint ahogy nekem. Én ezt már többször elkészítettem, úgyhogy ebben már magabiztos voltam. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy ízleljük meg, milyen is lett. Itt van nálam egy becses kanál, úgyhogy kóstolás. Hát, fűszeresnek fűszeres? Pont olyan, amilyennek kell lennie. Nagyon-nagyon krémes az egész tészta. Úgy érződik teljes ebből a paradicsomtól, ugye még éppen nem szívta be az egészet, ezért jó. Illetve ebben puhult meg, ebben főtt meg, úgyhogy nagyon jól átvette az ízét. A tonna hagyma, fokhagyma, oregano, bazsalikom, és ez a paprika, a paprikák, a kaliforniai paprikák megadták neki azt a löketet, azt az ízt, amit igazából elvárunk egy mediterrán ételtől. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogyha ti is elkészítek, akkor írjátok le a komment szekcióban azt, hogy maga a recept hogy tetszett, illetve ha elkészült nektek is otthon, akkor írjátok meg, hogy nektek milyen lett. Úgyhogy nagyon izgulok, remélem, hogy nektek ez tetszik. Ha szeretnél további ilyen videót látni tőlem, és még nem vagy feliratkozva a csatornára, akkor kérlek nyomj egy lájkot, illetve egy feliratkozás gombot, de ahhoz, hogy a YouTube küldjön neked bármiféle kontentet arról, vagy értesítést arról, hogy én feltöltöttem bármilyen videót, akár gameplay, akár főzős, vagy bármi vlog, akkor a kis csengőt ne felejtsd el benyomni, hiszen csak akkor kapsz róla értesítést. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek a videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!